Szeretettel köszöntök mindenkit a Bonyhád Város Önkormányzata nevében. Szerintem az utca lakóink voltak leginkább azok, akik ezt a mai napot várták. 20 évek óta várták, hogy hát az ő utcájukra is sor kerül. Átadták az elkészült Kossuth Lajos és Winkler Mihály utcát Bonyhádon. Az önkormányzat összesen 93 millió forint értékben korszerűsítette a két útszakaszt. 2021-ben 93 millió forintot fordított a város a költségvetéséből két utcának a felújítására, az egyik a Kossuth Lajos utca, a másik pedig a Winkler Mihály utca, ahol most is vagyunk. A 93 millió forintból 40 millió forintot a BM pályázaton nyertünk, Kossuth Lajos utcára fordítottuk, és itt egy 65%-os intenzitású pályázatról beszélünk, a 35%-os önerőt hozzátettük, illetve még annál is többet, hiszen maga a felújítás 69 millió forintba került, tehát a 29 millió forint hiányzó önerőt a város tette hozzá, míg 100%-ban itt a Winkler Mihály utca esetében 24 millió forint értékben valamennyi forrás a város költségvetéséből biztosítottunk arra, hogy mintegy 260 méter hosszban, 4 méter szélességben a teljes útburkolat megújuljon. A kivitelezést végző cég műszaki vezetője szerint mindkét út kifejezetten rossz állapotban volt. A Kossuth utcának a munkaterület átadása az március 26-án történt, akkor kezdődött meg a kivitelezés. Az utca két oldal is ülyeztett útszegét kapott, valamint egy csiszolómarást, a meglévő aszfaltburkatot, majd ezt egy gépi aszfalttal zártuk le. 567 méter hosszban készült az új útburkolat, 6,5 méter szélességben. A Winkler utca az kereken egy hónapot vett igénybe a felújítás. Itt is ugyanez a műszaki tartalom készült, tehát két oldali sűjesztett útszegéllyel, aszfalt burkolatot kapott a végén, valamint két oldali zúzott köves patkát. A Winkler utcának az állapota az nagyon romosnak mondanám, tehát nagyon lassan lehetett már csak közlekedni a személygépjárművekkel, az aknák nagyon magasan voltak, kellett vigyázni, hogy a gépjárművek nehogy felakadjanak. Azt gondolom most egy strádát kaptak ahhoz képest az itt lakók. A Kossuth utcánál ott nagyon nagy a forgalom, úgyhogy ott is szükség volt már arra, hogy ki is szélesedjen az út, és a útminőség is sokkal jobb legyen, mint az előzőekben. A Winkler Mihály utca lakói azt mondják, teljes mértékben meg vannak elégedve, régóta várták már a korszerűsítést. 1964 óta. Emlékszem arra az időszakra, amikor én hordtam a vasiparinak a teherautójával a téglatörmeléket, hogy 1964-ben egyáltalán az építkezés alkalmával föl tudjunk járni. Tehát ehhez képest ez egy csoda. Én faluhelyen, Ófaluba születtem, ott 72-ben lett országút, addig sárba, hóba, fagyba, gyalog jártunk. Én annak is örültem, hogy egyáltalán szilárd burkolatú útunk volt. Hogy gödrös, itt-ott, foltok, ez mindenhol előfordul szerintem egy útnál. Nagyon, ez szuper. A munka kivitelezése is tökéletes. Nekem mindössze, én is hozzájárultam annyival, hogy mint magánember két ilyen 2 literes sört hoztam ki a munkásoknak, mikor szünet volt, hogy kifejezve hálámat. A polgármester azt is elmondta, amennyiben a következőben nyújtott pályázat is sikeres lesz, a helyi képviselőtestület döntése értelmében 2022-ben a Fáy András utca felújítását fogják folytatni. Erősödünk, fejlődünk, gazdaságilag gyarapodik a város, folyamatosan nő az egyfőre jutó adóerőképességünk. Ez ugyanakkor bizonyos pályázatoknál, így a belügyminisztérium által két pályázatnál is mondhatjuk, hogy hátrány, hiszen nem 75 vagy akár 100%-os támogatottságban tudunk részt venni ilyen pályázatokon, hanem jelentősen erőt több 10 millió forintot is hozzá kell tenni, de a 65% még mindig több, mint a nulla, ezért minden lehetőséget igyekszünk megragadni. Így volt ez az elmúlt időszakban is, akár a Móricz Zsigmond utcánál, Bezeredi utcánál, most itt a Kossuth Lajos utcánál, és jövőre bízom, hogy a Fáy András utcával tudjuk folytatni. Nem csak az utak fejlődnek a városban, elkezdődik a helyi ifjúsági étterem felújítása is. Energetikai pályázatból újult meg az ifjúsági étterem külseje. Ugye az energetikai pályázatoknak az ismérve, hogy tetőszigetelés, homlokzatszigetelés, nyilászáró csere történik, de magában az étterem belsőjében nem sok minden változás történt az elmúlt 40 év alatt, ezért amikor a közétkeztetésre kiírt közbeszerzésünkben
feltételként írta ki Bonyárdás önkormányzata azt, hogy bárki is lesz a nyertes ennek a közbeszerzésnek, annak vállalnia kell, hogy az ifjúsági étemet belülről is felújítja, így elérve azt a célt, hogy nem csak külsejében, hanem belsejében is megújulhasson az étterem. Ilyen munkát, ami több hónapot vesz igénybe, csak nyári szünetben lehet elvégezni, ezért kezdték meg most rögtön a tanév végével ezt a beruházást, és várhatóan szeptember 1-jén a tanévnyitással is készül. Bízom benne, hogy olyan minőségben és olyan színvonalon és olyan igényességgel, ami 2021-ben elvárható.